Új weboldal köszönti hord lakosait. A régi verzió elavultnak bizonyult ezért döntöttek úgy, hogy teljes egészében megújítják azt. Az oldal fejlesztése folyamatban van, és aki a régebbi hírekre, dokumentumokra kíváncsi, a számára elérhető a régi weboldal teljes tartalma. Most sikerült elérnünk azt, hogy két vonalról is teljesen ingyen nekifutással elindult egy fejlesztés, az új felület elérhető. A testületésén is úgy gondoljuk, hogy az apró pici hibáktól eltekintve bőven úgymond 21. századi, tehát a kornak megfelelő és elvárható, tehát jövő irányban mutat már, nem az elavult. Ugyanúgy optimalizálva lett mobil megjelenítésre és tablet megjelenítésre és fontos azt elmondanom, hogy ez megint csak ingyen munka volt. A weboldal elkészítése baráti alapon történt, az üzemeltetése fog minimális költséget jelenteni az önkormányzat számára. Igyekeztek odafigyelni a lakosok igényére a menüpontokat, tartalmat illetően, így például a jegyzőkönyvek, testületi ülések anyagai könnyedén elérhetőek az oldalról. Az önkormányzat egyéb fejlesztésekben is gondolkodik, a teljes támogatású pályázati lehetőségekre fókuszálva. Kimagaslóan nagy problémák, a belterületi útjainknak az állapotai, járda problémák vannak, vízelvezetési problémáink vannak, két patak is keresztezi a települést. Ezek az első és legfontosabb ö, dolgok közé tartoznak. Ezen kívül a sporttelep fejlesztésére is oda szeretnének figyelni. A polgármester elmondása alapján Hortnak mindig is jó foci csapata volt. Ifiben és felnőttben is játszanak Horti edzővel, minden ingyen dolgozik. Igyekeznek erősebb szponzort találni a foci csapathoz.